Az apa kulcs szerepe. Képzeljünk el három különböző férfit, ahogy mindhárman hazatérnek a nap végén. A 30-as éveikben járnak, mindnyájuknak két gyereke van, egy 8 éves fiú és egy 10 éves lány. Az ajtóhoz sétálnak, hónuk alatt az esti újsággal, és a zárba csúsztatják a kulcsot. De ahogy az ajtó kinyílik, a hasonlóságok eltűnnek. Az első férfi sötét lakásba ér haza. Lehallgatja az üzeneteket a telefonról. A volt felesége ismerős hangja kimérten emlékezteti rá, hogy ma van a lánya születésnapja. Tudtam, motyogja, miközben tárcsázza a távolsági számot. Megkönnyebbül, amikor a lánya és nem az anyja veszi fel a telefont. Boldog születésnapot, angyalom! Szia, apa! Feleli a lány halkan. Megkaptad a csomagomat? Kérdezi a férfi némi kínos hallgatást követően. Igen, kösz. És hogy tetszik? A voltban azt mondták, ez a legújabb és legmenőbb típus. Hát igen, remek, csak... Csak mi? Hát, már nem szoktam Barbie babákkal játszani. Ó, értem. Vissza is vihetjük. Tedd el, és majd veszünk helyette valami mást, amikor meglátogatsz karácsonykor, oké? Oké. Na, így hogy vagy? Jól. Milyen a suli? Jó. Az öcséd hogy van? Jól van. Így folytatódik tovább a párbeszéd. Az apa a vallató, a lánya vonakodva válaszolgató szerepében. Az apa elmonologizál azon, milyen nagyszerűen fogják érezni magukat, amikor a gyerekek meglátogatják decemberben, majd lerakja a kagylót. Üresnek és legyőzöttnek érzi magát. A második férfi fényesen kivilágított lakásba tér haza. Ahogy belép, vacsora illata csapja meg az orrát. Valamilyen olasz kajára gyanakszik. Sziasztok, üdvözli a gyerekeit, akik éppen egy videójátékkal vannak elfoglalva. Játékosan a fejükre csap az újsággal, majd kimegy a konyhába, hogy segítsen a feleségének vacsorát készíteni. Milyen volt a suli? Kérdezi a gyerekektől, amikor helyet foglalnak az asztalnál. Jó. Felelik egyszerre. Tanultatok valamit? Hát nem igazán, motyogja a lánya. Mi a szorzótáblát tanuljuk? Feleli a fia lelkesen. Remek, mondja az apa, majd a feleségéhez fordul. Telefonált az a fickó a jelzálog ügyében. Apa, elmondjam a négyes szorzótáblát, szól közbe a fiú. Most ne, válaszolja az apa fáradtan. Anyáddal próbálok beszélgetni. A fiú elhallgat, miközben a szülei megvitatják a refinanszírozás előnyeit és hátrányait. De ahogy szünetel be a párbeszédben, ismét próbálkozik. Apa, elmondjam a négyes szorzótáblát? Teleszálljal ne, feleli az apa gúnyosan. A fiú iszik egy pohár tejet, és lelkesen rákezdi. Egyszer négy az négy, kétszer négy az nyolc, háromszor négy az... Amikor a fiú végre eljut 48-ig, apja közönösen így szól. Nagyszerű. Elmondjam az ötös szorzótáblát, kérdezi a fia. Később, válaszolja a férfi. Most menjetek, folytassátok azt a játékot, hadd beszélgessek egy kicsit anyátokkal. A harmadik férfi hasonló jelenetre ér haza, mint a második. Felesége főz, a gyerekek pedig a videójátékkal játszanak. De a vacsoraasztalnál máshogyan alakul a beszélgetés. Mi történt az iskolában? Kérdezi. Semmi, felelik a gyerekek egyszerre. Játszottál a szünetben az új kesztyűddel? Kérdezi a fiától. Igen. És a tiéd lett az első bázis, ahogy akartad? Igen. Peter nem cinkelt miatta? Nem, jól vette, ő játszott a másodikon, csináltunk együtt duplát. Szuper, és az ütés hogy ment? Borzasztóan, kétszer is zónán kívül ütöttem. Ó, de kár, lehet, hogy gyakorolnod kellene egy kicsit. Hát igen, valószínűleg. Vacsora után dobhatnék neked egy párat, ha van hozzá kedved. Oké. Hát veled mi van? Fordul a lányához. Mi lenne? Kérdez vissza a lány kissé védekezve. Jó napod volt? Nem volt semmi különös, feleli a lány, de nyilvánvaló, hogy valami bántja. Mrs. Brownnak hogy tetszett a duettetek? Hát nem adtuk elő, Kessy megbetegedett. Már megint? Az aszmája? Hát gondolom igen. Ó, de kár... De így legalább több időd lesz gyakorolni.
A könyökömön jön már ki, apa. Igen, elhiszem, hogy unalmas lehet néha ugyanazt a darabot gyakorolni, újra meg újra. Soha többi nem akarok fuvolázni, jelenti ki a lány. És a párbeszéd így folytatódik tovább. Apa végighallgatja a lány panaszkodását, és segít neki megbirkózni a frusztrációjával. Egymás mellé téve a három példát, egyértelműen látszik, hogy az apák különböző mértékben vehetnek részt a gyerekeik életében. A legutolsó apa láthatóan tisztában volt gyerekei életének számtalan részletével, beleértve a barátaik nevét, a napi tevékenységeiket, a játszótéri csatározásaikat. Ez a tudás lehetőséget nyújt számára, hogy érzelmi támogatást és útmutatást adjon gyerekeinek. Ezzel szemben a második apát nem érdekelték a fia életének eseményei, szinte már megvetően reagált, amikor megpróbálta felkelteni a figyelmét. A másik városban élő apa pedig olyan keveset tudott lánya életéről, hogy még beszélgetni is alig tudott vele. A pszichológusoknak régóta meggyőződése, hogy az apa részvétele a gyermeknevelésben nagyon fontos. Tudományos bizonyítékok tömkelege bizonyítja, hogy a gyerekeik életében jelenlévő apák, és különösen azok, akik érzelmileg is elérhetőek a gyerekeik számára, nagy hatással vannak a fejlődésükre. Az apák olyan módon tudják motiválni gyerekeiket, ahogy az anyák képtelenek, különösen a kortársi kapcsolatokat és az iskolai előmenetelt illetően. A kutatások szerint például az apa nélkül felnővő fiúk nehezebben találják meg az egyensúlyt az erőfitoktatás és az önuralom között. Ennek következtében nehezebben tanulják meg kontrollálni magukat, és elfogadni, hogy nem kaphatnak meg mindent azonnal, márpedig ezek a készségek idővel egyre fontosabbak lesznek mind a barátságok, mind az iskolai előmenetel vagy a karrier célok szempontjából. Egy apa pozitív jelenléte lényeges tényező lehet egy lány iskolai előmenetelében is, bár a bizonyítékok itt nem olyan egyértelműek. Az viszont egyértelmű, hogy azok a lányok, akiknek jelen van az életükben az apjuk, és részt vesz az életükben, kisebb valószínűséggel kezdenek idejekorán nemi életet élni, és nagyobb az esélyük az egészséges párkapcsolatokra felnőtt korukban. Egy kutatás azt is bebizonyította, hogy az apa hatása maradandó. Egy 1950-es években kezdődő hosszú távú vizsgálat például bemutatja, hogy azok a gyerekek, akiknek az apjuk jelen volt és tevékenyen részt vett az életükben, amikor 5 évesek voltak, empatikusabb és könyörületesebb felnőtteké váltak, mint azok, akik apa nélkül nőttek fel. 41 éves korukra azok a felnőttek, akik gyerekként több szeretetet kaptak az apjuktól, szorosabb társas kapcsolatokkal rendelkeztek, vagyis hosszabb és boldogabb házasságban éltek, saját gyerekeik voltak, és szabadidejüket a barátaikkal töltötték. A kollégáimmal végzett kutatás szintén azt állapította meg, hogy a gyerekeknek szükségük van az apjukra. De véleményük szerint van egy fontos kivétel. Nem mindegy, hogy milyen az az apa. A gyerekek életére nagyon pozitív hatással van egy érzelmileg jelenlévő, megerősítő apa, aki vigaszt tud nyújtani a szomorú pillanatokban. Ugyanakkor hatalmas károkat tud okozni a gyerekek lelkében egy bántalmazó, kritizáló, megalázó vagy érzelmileg rideg apa. Átalakulóban az apaság. Hogy jobban megértsük egy érzelmileg jelenlévő apa jelenségét, tekintsük át, hogyan változtak a családok az idők során. Az elmúlt nemzedékek során az apák szerepe átalakult, míg korábban a gyerekek jólétének elsődleges forrásai voltak. Mára ez sok esetben már nem így van. A válások és az egyedülálló lányanyák nagy száma miatt manapság túl sok gyerek él apa nélkül. Sokan csak annyit tudnak az apjukról, hogy egyszer itt volt, de aztán elment, vagy hogy ő az a pasas, aki nem fizeti a gyerektartást. A történészek szerint ez a folyamat mintegy 200 éve az ipari forradalommal kezdődött, amikortól kezdve a férfiak az egész napjukat a családjuktól távol töltötték. A végső csapást azonban az 1960-as évek gazdasági változásai és a feminizmus modern hulláma adta meg az apa dominált a családi rendszernek. Azóta rekordszámú nő lépett be a munkaerőpiacra. 1960-ban a férjezett, 6 évesnél fiatalabb gyerekeit nevelő nőknek mindössze 19%-a dolgozott az otthonától távol. 1990-re ez az arány elérte az 59%-ot. Ugyanezen időszak alatt az átlagos munkabérek értéke olyannyira lecsökkent, hogy számos család nem tudta magát eltartani egyetlen jövedelemből. Amíg 1960-ban az amerikai családok 42%-ában csak egyetlen kenyérkereső volt,
1988-ban ez már csak a családok 15%-ára volt igaz. Ez a változás elavulttá tette a hagyományos beidegződéseket az apasságról és a kenyérkeresésről, írja Robert L. Griswold történész, a Fatherhood in America szerzője. A nők munkába állása semmisítette a régi beidegződéseket az apasságról, és új alapokra helyezte a két nem közötti viszonyt. Eközben a házasság intézménye is komoly erózió áldozata lett. 1960 és 1987 között a válások aránya megduplázódott. Manapság az első házasságok több mint a fele válással végződik. A Michigani Egyetem tanulmánya szerint ez az arány akár a 67%-ot is elérheti a jövőben. Az egyedülálló anyák gyermekvállalása is egyre gyakoribb. Jelenleg majdnem minden harmadik csecsemő így születik az Egyesült Államokban. A házasság köteléke nélkül sok apa teljes egészében megfeledkezik a gyermekei iránti felelősségről. Ha nincs kiegyensúlyozott kapcsolat a szülők között, az apa gyakran minden támogatást megvon gyerekeitől, érzelmileg és anyagilag is. Ironikus módon ez a fajta hárítása az apai felelősségnek egybeesik azzal, hogy manapság a férfiaknak számos új lehetőségük kínálkozik arra, hogy részt vegyenek a gyerekeik életében. Vannak, akik ki is használják ezeket a lehetőségeket. A vizsgálatok szerint különösen azokban a háztartásokban, ahol mindkét szülő dolgozik, az apák többet foglalkoznak a gyerekükkel, mint korábban. A mai apák elődeiknél szívesebben vannak jelen a gyerekek születésénél. Gyakrabban vesznek ki szülési szabadságot, és akár az előléptetésről is hajlandóak lemondani, hogy több időt töltessenek a gyerekeikkel. De bármilyen reménykeltőek is ezek a trendek, a bizonyítékok azt csugalják, hogy a folyamat, amelynek során az apák nagyobb szerepet vállalnak a gyermekeik életében, rendkívül lassú. Egyesek a munkáltatókat hibáztatják ezért, azt állítva, hogy a férfi dolgozók manapság nem részesülnek abban a rugalmasságban, amelyet szülőként megérdemelnének. Egy nemrég készült felmérésből például az derült ki, hogy a teljes munkaidőben dolgozó férfi alkalmazottak mindössze 18%-a kapott fizetés nélküli szabadságot gyermeke születésekor. Fizetett szabadságot pedig csak alig 1%. Olyan részmunkaidős állást, amely elég pénzt hoz, nehéz találni. A munkavállalók karrierje pedig gyakran megtorpan, amikor visszautasítják a túlórázást, vagy nem hajlandóak a családjukkal az ország másik végébe költözni. Mások a bíróságokat okolják, szerintük az apa nélkül felnővő gyerekek száma csak növekedni fog egészen addig, amíg az elvált apákkal nem bánnak tisztességesebben. A válások 90%-ában ugyanis a felügyeleti jogot az anya kapja. Végül sokak szerint a probléma gyökere magukban az apákban keresendő, akik nem elég kezdeményezőek azzal kapcsolatban, hogy nagyobb mértékben részt vegyenek a gyerekeik életében. A téma egyik kutatója úgy becsüli, hogy a kétkeresős családokban az apák csak harmadannyi időt töltenek a gyerekeikkel, mint az anyák, és ténylegesen mindössze az idő 10%-ában foglalkoznak velük. Ráadásul ez a 10% is tipikusan babysitter szerep, vagyis a feleség utasításait hajtják végre ahelyett, hogy maguk kezdeményeznének. A fenti problémák eredményeként sok férfi eltávolodik a gyerekei életétől. Emlékszem, hogy ez a távolság a Woody Allen filmrendező és korábbi partnere Mia Farrow közötti gyermekelhelyezési per során is tetten érhető volt. Hogy képet kapjon a filmrendező gyerekeihez fűződő kapcsolatáról, a bíró arra kérte, hogy nevezze meg a gyerekek barátait és orvosait, ám Ellen nem tudott válaszolni. Akárcsak a fejezet elején bemutatott első két apa, Ellen is egy másik világban élt, mint a gyerekei. Az ilyen apák kívülállóak maradnak a gyerekeik életében, és számtalan lehetőséget elszalasztanak, hogy tartalmas viszonyt alakítsanak ki velük, melynek során támaszt és segítséget nyújthatnának nekik. Miben áll az apa különbözősége? Mi hiányzik a gyerekeknek, amikor az apjuk nincs jelen? Érzelmileg távol van, vagy mással foglalkozik? A gyerekek fejlődésével foglalkozó kutatások szerint sokkal többet veszítenek ezzel, mint egy pótanyát. Az apák jellemzően másképp viszonyulnak gyerekeikhez, mint az anyák, ami azt jelenti, hogy jelenlétük más kompetenciák kialakulását segítheti elő, elsősorban a társas kapcsolatok terén. Az apa hatása már nagyon fiatal korban elkezdődik. Egy kutatás szerint például azok az 5 hónapos fiú gyerekek, akik sok időt töltenek az apjukkal, kevésbé félnek idegen felnőttek társaságában.
A csecsemők többet gügyögnek az idegeneknek, és nagyobb hajlandóságot mutattak arra, hogy mások felvegyék őket, mint azok a babák, akik kevesebb időt töltöttek az apjukkal. Egy másik vizsgálat azt igazolta, hogy azok az egyéves gyerekek, akikkel apjuk többet foglalkozott, kevesebbet sírtak, ha egy idegenre hagyták őket. Sok kutató meggyőződése, hogy az apák elsősorban a közös játék révén fejtik ki hatásukat a gyerekekre. Nem csak arról van szó, hogy az apák jellemzően a gyerekekkel töltött idő nagyobb százalékában vesznek részt valamilyen játékos tevékenységben, de ezek a játékok általában inkább fizikai jellegűek és izgalmasabbak, mint az, amit az anyák csinálnak. Michael Jogman és T. Barry azt állapította meg, hogy az apák kevesebbet beszélnek, de sűrűbben érintik meg a gyerekeket. Az apák gyakrabban adnak ki ritmikus hangokat annak érdekében, hogy felkeltsék a gyerekek figyelmét. Ezek a játékok egyfajta érzelmi hullámvasútra viszik a gyerekeket, amelynek egyik végén minimális érdeklődést követelő tevékenységek vannak, a másik oldalon pedig felfokozott izgalmi állapot. Ezzel szemben az anyák játékai és a kisbabák érzései sokkal kiegyensúlyozottabbak. Ezek a különbségek gyerekkorban is megmaradnak, mert az apák többször vonják be a gyerekeiket olyan tevékenységekbe, mint a levegőbedobálás, a birkózás és a csiklandozás. Az apák gyakran találnak ki egyedi vagy szokatlan játékokat, míg az anyák inkább ragaszkodnak a jól bevált módszerekhez, mint a bújócska, a mesekönyvolvasás vagy a kirakózás. Sok pszichológus szerint az apák durvább játékai fontos segítséget nyújtanak a gyerekeknek a saját érzelmeik megtapasztalásában. Képzeljük el, hogy apa vérszomjas medveként kergeti boldog gyermekét az udvaron, vagy ahogy a feje fölé emelve pörgeti repülőset játszva vele. Az efféle játékok lehetővé teszik a gyerek számára, hogy megtapasztalja a félelem érzését, de úgy, hogy közben mégis jól szórakozik. Megtanulja figyelni az apja reakcióit, és reagálni azokra a pozitív élmény érdekében. Ráébred például, hogyha visít és kacag, azzal megnevetteti apját, és meghosszabbítja vele a játékot. Azt is megfigyeli, hogy jelzi apa a játék végét. Oké, most már elég, és megtanulja, hogyan csillapodjon le az izgalmi állapotból. Ezek a készségek jó szolgálatot tesznek a gyerekeknek a saját társaikkal folytatott játékok során. Aki sokat birkozott és kergetőzött az apjával, tudja, hogyan olvasson mások jelzéseiből, amikor az érzelmek felerősödnek. Tudja, hogyan hozza izgalomba saját magát, és hogyan reagáljon úgy másokra, hogy az ne legyen se túl lagymatag, se túl zabulátlan. Megtanulja optimális szinten tartani az érzelmeit a jó szórakozáshoz. Ross Park és Kevin McDonald 3 és 4 éves gyerekek körében végzett vizsgálata azt bizonyítja, hogy van összefüggés az apák fizikai jellegű játékai és a gyerekek kortársaikkal kialakított kapcsolatai között. 20 perces alkalmakat figyeltek meg, amikor a gyerekek apjukkal játszottak, és azt állapították meg, hogy azok a gyerekek a legnépszerűbbek a kortársai között, akik a legtöbb fizikai játékban vettek részt apjukkal. Ám egy érdekes és jelentős szempont felmerült a vizsgálat közben. A gyerek népszerűsége és az apákkal folytatott fizikai játékok közti egyenes arányosság csak akkor állt fenn, ha az apák nem irányították és nem kényszerítették ezeket a játékokat. Azok a gyerekek, akikkel apjuk fizikai játékokat játszottak, ám parancsoló stílusban, a legnépszerűtlenebbek közé tartoztak. Más vizsgálatok hasonló bizonyítékokkal szolgáltak. A társasjátékok során azoknál a gyerekeknél fejlődtek ki a legjobb szociális készségek, akiknek az apja pozitívan nyilvánult meg feléjük, és hagyta, hogy a gyerek irányítsa a játékmenetét. Ezek az eredmények tökéletesen rímelnek a saját kutatásaimra, amelyek kiemelik annak fontosságát, hogy az apák kerüljék a kritizálást, a megalázást, a becsmérlést és a tolakodást a gyerekeikkel kapcsolatban. A vizsgálatunkban szereplő gyerekek közül azok alakítottak ki erősebb kapcsolatokat, és azok teljesítettek a legjobban az iskolában, akiknek apjuk megerősítette az érzéseiket, és dicsérte a teljesítményüket. Ezek az apák az érzelmi fejlesztők, akik nem utasítják el és nem helytelenítik gyerekeik negatív érzelmeit, hanem empatikusak, és útmutatást adnak a gyerekeiknek, hogyan kezeljék a negatív érzéseket. Annak a kísérletnek a során például, amikor a szülők egy videójáték használatára tanították gyereküket,
az érzelmi fejlesztő apák folyamatosan dicsérték a gyerekeiket, és épp megfelelő mennyiségű utasítást adtak nekik, anélkül, hogy tolakodóak lettek volna. Gyakran alkalmazták a korábban bemutatott fokozatos építkezés módszerét. Vagyis a gyerek sikereit hozzáértése növekvő bizonyítékaként kezelték. Olyan apró megjegyzésekkel, mint az ez az fiam, vagy tudtam, hogy képes vagy rá. Ezek az apák minden kis győzelmet arra használtak fel, hogy növeljék a gyerek önértékelését. Dicséretük megadta a kellő magabiztosságot ahhoz, hogy a gyerek folytassa a tanulást. Ezzel szemben azok a gyerekek, akiknek apja rideg, autoriter, becsmérlő és tolakodó módon viszonyult hozzájuk, sokkal rosszabbul teljesítettek az iskolában és a társas kapcsolatok terén is. A videójátékos kísérletben az ilyen apák megalázó megjegyzéseket tettek a gyerekükre, és kigúnyolták, kritizálták őket a hibáikért. Sőt, olyan is előfordult, hogy átvették a gyerektől az irányítást, amikor a játék nem ment nekik megfelelően, ezzel demonstrálva a gyerek hozzá nem értését. 3 évvel később, amikor ismét találkoztunk ezekkel a családokkal és a gyerekek tanáraival, azt állapítottuk meg, hogy a megalázó, nem támogató apák gyerekeivel sokkal több a baj. Ők azok, akik agresszíven viselkednek a társaikkal. Ők azok, akikre a legtöbb panasz van az iskolában. Ők azok, akik a fiatalkori bűnözés felé sodródnak. Bár kutatásainkból az derül ki, hogy az anya-gyerek interakciók is fontosak, az anyával való kapcsolat minősége nem befolyásolja olyan markánsan a gyerek későbbi iskolai és társas sikereit vagy kudarcait, mint az apához fűződő viszony. Ez a felfedezés kétségkívül meglepő, különösen annak fényében, hogy az anyák jóval több időt töltenek a gyerekeikkel, mint az apák. Meggyőződésünk, hogy az apák azért vannak ilyen nagy hatással gyerekeikre, mert az apa-gyerek kapcsolat erőteljes érzelmeket generál a gyerekekben. Legyünk jelen a gyerekeink életében fizikailag és érzelmileg is. Annak, hogy férfiként közel kerüljünk a gyerekeinkhez, nem kellene ennyire nehéznek lennie. Mégis, ahogy azt a pszichológus Ronald Lewont elmagyarázza, Masculinity Reconstructed című művében sok mai apa küszködik ezzel a feladattal. Ahogyan a baby boom nemzedékhez tartozó férfiak maguk is apák lesznek, mindenfelől azt hallják, hogy amit az apaságról tanultak a saját apjuktól, hogy az apa olyas valaki, aki keményen dolgozik, keveset van otthon, inkább kritizál, mint dicsér, és sem szeretetet, sem más érzelmet nem mutat ki a haragon kívül, többé már nem érvényes, írja Lewont. Ehelyett érzékeny, törődő, felvilágosult apákká kellene válniuk, akik részt vesznek gyerekük életében. Az egyetlen probléma ezzel, hogy sokan nem tudják, hogyan legyenek ilyen apák, azon egyszerű oknál fogva, hogy a saját apjuk nem így viselkedett velük. Az őskorban az apák harcosként vagy vadászként védelmezték a gyerekeiket. Az évszázadok során ez a szerep átalakult kenyérkeresővé. Kemény munkával és önfeláldozással megkereste a pénzt, hogy ki tudja fizetni a ház fenntartási költségeit, az ennivalót és az egyetemi tandíjat, így gondoskodva a gyerekei biztonságáról és kényelméről. Manapság viszont úgy érezzük, hogy az apák szerepe ismét átalakulóban van, mert egy újabb védelmezői szerep betöltését várják el tőlük, miszerint megvédik a gyerekeiket az olyan destruktív dolgoktól, mint a bandázás, a kábítószerfogyasztás és a túlkorai szexuális élet. A tudomány mai állása szerint a férfiak megszokott énvédő mechanizmusai nem működnek megfelelően ezekkel a veszélyekkel szemben. A gyerekek biztonsága ma elsősorban az apjuk kezében és szívében van. A lényege pedig az, hogy a férfiak mind érzelmileg, mind fizikailag legyenek jelen a gyerekeik életében. Ahogyan azt már kifejtettük, a férfiak rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felmérjék és konstruktívan reagáljanak a gyerekeik érzelmeire. Ezt bizonyította Lewont apassági projektje is, amelynek az volt a célja, hogy fejlessze az apák kommunikációs módszereit, amikor a gyerekeik érzelmeivel kellett foglalkozniuk. A 8 hetes tréning után az apák érzékenyebbé váltak, jobban odafigyeltek, fejlődött a kommunikációjuk, és könnyebben elfogadták a gyerekeik érzelem nyilvánításait. De nem kell mindenkinek külön tanfolyamot elvégeznie ahhoz, hogy érzékenyebben tudjon bánni a gyerekeivel. Alkalmazhatják az érzelmi fejlesztés módszerét is, amely az érzelmi tudatossággal kezdődik. Csak azok tudnak együtt érezni a gyerekükkel, akik maguknak is engedélyezik az érzéseket.
Azután minden szükséges lépést meg kell tenniük, hogy elérhetővé váljanak gyerekeik számára. Úgy kell szervezniük az életüket, hogy jusson elég idő és figyelem a gyerekeikre. Ez könnyűnek hangzik, de semmilyen szempontból nem az. Különösen azoknak az apáknak jelenthet ez nagy kihívást, akik külön élnek a gyerekeiktől, vagy túlságosan a munkájukra koncentrálnak. De ha nem teszik meg, akkor eltávolodhatnak a gyerekeiktől, ahogy azok nőnek és változnak, és egyre nehezebben tudnak érdemi kapcsolatot kialakítani velük. Emlékszem, hogy a saját napirendem átalakítása milyen nagy hatással volt a kapcsolatomra lányommal, Moriával. Kislánykorában én vittem óvodába, aztán rohantam az egyetemre, így a reggeleink gyakran hektikusan alakultak. Azon kaptam magam, hogy ingerültebb és kevésbé játékos vagyok, mint ahogy az mindkettőnknek jó lenne. Úgy döntöttem, hogy minden órámat és megbeszélésemet átrakom 10 utánra, és ez ugrásszerűen javított a kapcsolatunkon. Bár továbbra is 9-re jártam dolgozni, Moriával türelmesebb voltam, mert tudtam, hogy semmilyen ígéretemet nem kell megszegnem, ha a lányomnak esetleg több időre van szüksége. Ha a kocsihoz menet útközben meg akart állni, hogy megcsodáljon egy pókhálót, nem kellett sürgetnem. Ha hirtelen rájött, hogy a piros cipője helyett a kéket akarja felvenni, nem csináltam belőle nagy ügyet. Nyilvánvaló, hogy bizonyos hivatások nagyobb rugalmasságot biztosítanak az apáknak ebben a tekintetben, mint mások. De az apák így is minden nap tudatos döntéseket hoznak a gyerekeikre szánt időt minőségével és mennyiségével kapcsolatban. Melyik szülő fürdeti meg a gyereket, kiolvas neki esti mesét, ki segít neki zoknit keresni? Banálisnak tűnhetnek, mégis fontos kérdések, mert a hétköznapi életünk rendszeréből fakadnak, és ebből fejlődik ki az apa és gyereke közti érzelmi kapcsolat. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.